kenyér az életet jelenti, az a táplálék, amelyre nem ununk rá sohasem, és amely megadja a tudósok elemzése alapján azt az alapvető energiát és életfeltételt, hogyha az ember hosszabb időn át csak kenyérrel táplálkozik, akkor is megőrzi testének egészségét és épségét. Kezdte szentbeszédét Benkovics Ferenc plébános az augusztus 20-i ünnepi misén Marccal városban. A Szentlélek templomban nagy hagyománya van, hogy a lakótelepen élők Szent István napon együtt emlékeznek Istenházában államalapítónkra. Az esemény végén megáldották az új kenyeret. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le ezekre a kenyeretre, mindazokra, akik áldatos lélekkel fogyasztanak, vagy osztanak belőle. Amen. A megszentelt új kenyeret az ünnepi misét követően a plébános és Rózsa Völgyi László önkormányzati képviselő közösen szelték fel, majd ezt követően díszes ruhába öltözött fiatalok osztották szét a hívek között. A szertartás után híradónk rendelkezésére állt Benkovics Ferenc, aki Szent István tetteiről beszél stábunknak. Hogy Szent István királyunkra, az ország alapítóra emlékezünk, aki azzal, hogy ezt az országot megteremtette és a jövőjét bebiztosította, azzal ennek a népnek a megélhetését is biztosította 1000 éven át. És ezért mi hálásak vagyunk neki, hogy nem csak a földi kenyeret illetően biztosította be a népnek a jövőjét, hanem a lelki értelemben is. A plébános azt is elmondta híradónknak, mitől volt olyan különleges az idei augusztus 20-i kenyéráldás. A mai ünnepünknek pedig egy sajátos színfoltja az, hogy nem csak az önkormányzat által felajánlott kenyereket áldhatta meg, és oszhattuk szét, hanem a minisztránsaink készítettek saját kezüleg egy kenyérsütő kemencét, és abba sült 6 kenyeret oszhattuk szét a híveknek, a jelenlévőknek. Benkovics Ferenc hozzátette, reméli, hogy jövőre még többen jönnek el az atyai házba, hogy a mindennapi kenyér mellett az élet igéjével és az örök élet zálogával táplálkozzanak.